Ágában sincsen a bulvár szintű újságcikkekkel foglalkozni, nem megsértve újságírókat, de hát sajnos a világon a média nyilvánosság azzá vált, hogy a közléseknek már több mint 90%-a a megboldogult békei időben 10-20-30 évvel ezelőtt is a világ bulvár tudósításainak a kategóriájába tartozik. Tehát nem a bulvárhírekkel érdemes foglalkozni, de egy bizonyos. Az internet használat hétköznapi értelemben vett biztonságával kapcsolatban a szubjektív biztonságérzete nem lesz meg a polgároknak, akkor nem beszélhetünk arról, hogy minden polgár, magyar és nem magyar polgár a digitalizáció nyerteségével. Nem szeret az ember olyan dologgal foglalkozni, ami egyébként, még egyszer mondom, a személyes életében, szubjektív biztonságérzet tekintetében komfortérzetet nem alakítja ki az emberekben. Nem kicsi tehát a feladat. Nem ijeszgetni szeretném önmagunkat, csupán azt szeretném mondani, hogy persze sok megfontolásról lehetünk beszélni, mint az egyik legfontosabb megfontolásról, mégis, ha ez igaz, akkor azt tudom mondani, hogy az egyik legfontosabb megfontolásként mindannyiunk közös figyelmében ad ajánlom azt, hogy a digitalizáció csak a hétköznapi értelemben, a hétköznapi életben a polgárok személyes érzése tekintetében biztonságos, tömeges, biztonságos internet használatot lehetett. Ha ezt a célt nem tudjuk elérni, akkor nem lesznek a polgárok a digitalizáció lehetőség. De szerintem ezt a célt el lehet érni, és a mai konferencia is hittem szerint hozzájárul ennek a célnak a teljesítéséhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm még egyszer a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a